Szülőként a legfontosabb, hogy gyermekünket boldognak lássuk, így a gyereknap alkalmával is olyan programokra visszük őket, ahol felhőtlenül jól érezhetik magukat. Hazánkban már a 20. század első évtizedében is rendeztek gyermeknapot, hogy Tamásiban pontosan mióta vannak ilyenkor a gyerekeknek szóló programok, az kérdéses, de egy biztos, a szervezők idén is kitettek magukért. A művelődési központ előtti tér megtelt játékokkal és vidám gyermekekkel, valamint hálás szülőkkel. A lényeg az mindig ugyanaz, a gyerekek örüljenek, érezzék jól magukat, kikapcsolódás talán, a szülőknek egy kicsit megterhelő talán, de kibírjuk. Nagyon jó programok vannak, örülünk, hogy a város ilyen szépen megszervezte ezt a programot. Gyerekek nagyon élvezik, egy kicsit nagy a tömeg, várakozni kell, sorban állás van, de a gyerekek kibírják, úgyhogy örülnek, hogy vannak. A nagy tömeg ellenére a gyerekek arcán ott volt az önfelett mosoly, ami valóban arról árulkodott, hogy őket egyáltalán nem zavarta, hogy ki kellett várni a sorukat egy-egy játéknál. A szocializálódás szempontjából is egy fontos dolognak tartják a szülők, hogy olyan programokra is elvigyék a lurkókat, ahol idegenekkel, új dolgokkal találkozhatnak. A legkisebbek közül többen a magasból szemlélődtek. Egyelőre még sajnos nem annyira érdekli semmi, de majd előbb-utóbb belenő. Szocializálódnak. Kicsit többet, mint az óvodában talán. Ők is lássanak valami mást, ami otthon nincsen. Nyilván. A Tamási Állatvédő Egyesület védencei a fák árnyékában várták a gyerekeket, akik a sok kérdés feltevése mellett örömmel simogatták a hálás négylábúakat. A színezőkön pedig ezek az állatok elevenedtek meg, a lurkok kreatív színhasználatának köszönhetően sokszor nem a valóságot tükrözve, de szívvel, lélekkel színezve a különböző figurákat. Eszti színezője is két állatot rejtett. És körülnéztél már itt a gyereknapon? Mi az, amit szeretnél csinálni? Mindenféle, de mi arcot nem engedi, úgy ott festézni. A szervezők törekedtek rá, hogy a gondosan összeállított rendezvénnyel több korosztályt is megszólítsanak. Igyekeztünk úgy összeállítani ezeket a programokat, hogy az egészen pici gyerekektől a kiskamasz kamaszokig is találjanak maguknak kedvére, kedvükre valót a gyerekek, és tulajdonképpen az se egy utolsó szempont ilyenkor, hogy a szülő, nagyszülő, aki elkíséri a gyereket, maga is igazán jól érezze magát, tehát egy igazi jó családi programot sikerült összeállítani. Ebben a Csurgó Zenekar gyerekkoncertje csak úgy szerepel, mint különböző elmaradhatatlan gyereknapi játékok, az ugrálóvárak, a csillámtetoválás, a népi játékok, de nagy örömünkre megmozgathattuk a város civil szervezeteit is, például többek között a kutyásokat, akik bemutathatják azokat a terápiás kutyákat, illetve azokat a örökbefogadható kutyákat, akiket azt gondolom, hogy nagy tömeg vesz körbe, hiszen a gyerekek nagyon élvezik ezt is. Itt van a Tamási Önkéntes Tűzoltóság, hiszen óriási népszerűségnek örvend minden évben az, hogy a gyerekek beülhetnek egy valódi, igazi tűzoltó autóba. És természetesen számos olyan játék van, amelyet a Művelődési Központ munkatársi csapata állított össze. Óriás Twister, óriás malom, olyan nagy játékok, amiket tulajdonképpen a gyerekek eddig asztalnál játszhattak, most azonban nagy négyzetméteren a földre kiterítve csapatokba, de egyénileg is tulajdonképpen kipróbálhatják ezeket az egyébként jól ismert játékokat. A hagyomány ápolás is megelevenedett a gyermeknapon, hiszen ekkor került sor a májusfa kitáncolására a Pántlika Néptánc Együttes jóvoltából. A Művelődési Központ a következő rendezvényén június 3-án szombaton szintén gondoskodik róla, hogy minden korosztályt kiszolgáljanak programokkal. Újraéled az évtizedes hagyománnyal rendelkező Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál, hiszen az elmúlt években hol a pandémia, hol egyéb más megszorítások miatt nem tudtuk sajnos ezt a gyönyörű természeti környezetbe, a parkertőbe megrendezni. Az idei évben ismét visszaköltözik a parkertőbe ez a program. Talán azt gondolom, hogy még kibővített látnivalóval, hisz azóta elkészült a látogatóközpont, és az is egy fő attrakciója lesz ennek a fesztiválnak. Természetesen, ahogy eddig mindig, a vadfőző versenyé
az egyik főszerep. Különböző vadételeket készíthetnek el a nevezők, amelyet zsűri bírál majd, és kiderül, hogy Tamásiban, vagy a környékből, vagy az ország más részéből érkező közül ki tudja elkészíteni legfinomabban ezeket a vadételeket. Természetesen ugyanúgy családi programnak szánjuk ezt, akár csak a gyermeknapot, hiszen gondoskodtunk olyan színpadi programokról, amatőr művészeti csoportok részvételével, illetve Tóth Vera nagy koncertjével, diszkóval, ami inkább a felnőtt korosztályt szólítja meg, de készültünk gyerekprogramokkal is, íjászattal, dárccal, focival, különböző játékokkal, ami pedig azt gondolom a gyerekek figyelmét fogja lekötni.